ami segedelmünk jöjjön az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istentől. Amen. Amen. Halljátok meg testvéreim, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sakramentumát. Írva található ez a Máté írása szerint való Szent Evangélium 28. részének a 18-20-ig terjedő verségben a következő képpen. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván, nékem adatok minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És imé, én ti véletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet helyet foglalhat, ha úgy nem, mások mindent igen. Kedves szülők, parents, keresztszülők, grandparents, szeretettel köszöntelek benneteket itt a templomunkban, amikor elhoztátok ezt a kis pogány gyermeket, a pagan child, to become a Christian, hogy keresztény legyen belőle. Úgyhogy Isten hozott benneteket templomunkba. Elmondok nektek egy történetet, és ezt onnan tudom, hogy én már sok ilyen roma keresztelőben voltam, és amikor fiú volt, akkor mindig a háttérbe tettek egy ilyen koronát. Szokás ez a ha nem mindenütt szokás. Azért, mert egy ilyen korona volt rá tőzsír a falra, és hát mint a kis király, úgy kezelték a fiatal és csecsemő vagy fiatal gyermek. Minden esetre a történet így szól, hogy volt egyszer egy király fia, aki hatalmas birodalmat örökölt a születésekor. Ő volt a trónnak a várományosa, és egy kicsi gyermek korában megkoronázták. Ünnepélyesen beiktatták, mondván, hogy ő a trón örökös. Aztán nem foglalkoztak többet a kis királyfival, nem is nevelték, csak úgy nőtt fel, mint a gaza kertben. Se az édesanyja, se a rokonság nem mondta neki, hogy hát, milyen nagy öröksége van, hogy ő mekkora király lehet majd később. Semmit sem tudott az uralkodás törvényeiről, rejtelméről, így nem is tudott trónra kerülni, átvenni a koronát, mert nem tudott róla, hogy ő a királyfi, ő a trónörökös. Tehát emiatt nyomorogva élt egész életében, magára hagyták, nem törődtek vele, és nem akadt senki, aki megmondta volna neki, hogy milyen örökség vár rá. Talán azt mondjuk, hogy ilyen még a mesében sincs, pedig, ha belegondolunk, bizony nagyon sokszor megtörténik ez az ilyesfajta történet, megismétlődik. Nagyon sok gyermeket megkeresztelnek gyermekkorában, és aztán magára hagyják. Nem mondják meg, hogy milyen nagy örökségnek a várományosa, ő mekkora Isten országának a befogadása vár rá. Jézus egy hatalmas birodalmat ígért, Istennek csodálatos országát, az örök életet, a mennyei kormányt. Tehát a szent keresztség az lényegében ilyen szempontból egy koronázási ünnepség, amikor Isten irgalmából ezt a gyermeket megkoronáz. Nagyon sok szülő elfelejti megmondani a gyermekének és gyermekének, hogy milyen hatalmas birodalom vár rá. Milyen óriási örökséget van édes fiam, édes leányom. Úgyhogy a gyermek felnő, tudatlanul, sokszor kifosztja az élet, megpróbáltatásokon megy át, szenved és kilátástalanná látja az életet. És nem képes átvenni a csodálatos kincset, az örök életet, mert elfelejtik neki megmondani, hogy megkaptad a szent keresztségbe. Most a kérdés az, hogy ti szülők megmondjátok-e majd ennek a gyermeknek, hogy mire számítson. Milyen öröksége van, mit kínál neki Jézus. Vagy pedig szegény gyermek öntudatlanul nő fel, hogy is mondta Jézus, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelnél őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Miért? Mert örök életet, ajándékát kínálja nekünk.
egyik egy tanítványá, hogy megtudja, hogy érette és meghalt Jézus Krisztus, hogy tudja meg, hogy milyen bizonyosan leviszi a test szennyét a víz, olyan bizonyosan, sőt annál még jobban lemossa mi bűneinknek szennyét, a keresztvíz, amely Jézus Krisztus vérének kiábrázolása. Ti tudjátok, hogy most erre fogtok fogadalmat tenni, hogy ezt a gyermeket, aki most itt sírva fogadja ezt a keresztséget, de ti tanítványá fogjátok tenni, most már ha akarja, ha nem. Úgy nevelitek és neveltetitek, hogy egykor majd ő tudjon vallást tenni a maga hitéről. Arra kérlek benneteket, hogy segítsétek őt ebben, éljetek előtte jó példával, imádkozzatok érte minden nap, hogy Krisztus gyermeke legyen, és egykor az örök életnek a részese. És a mennyei koronának a viselője. Isten áldjon meg és adjon ti nektek ebben sok erőt, hogy megtartsátok fogadalmat. Na most még itt van egy másik dolog, a kereszt fogadalom. Mennyire van rokonság a család, mint egy kis tokonosít együtt? Igen, mert a kereszt komaság az lehet rokonságból is, de lehetnek ilyen, egyszerűen nőrokonság, megfívja az ember az egyik barátját, és az lesz a kereszt koma. A kereszt koma hivatal erő. Mindig szólnom kell, lehet, hogy már hallottátok ezt, ugye, hogy mit jelent a kereszt komának lenni, amikor ezt a felkérést elfogadja az a házaspár, vagy az a ugye a férfi és nő, nem feltétlenül muszáj házaspár legyen, de ezzel részt vesznek az egyházi szertartáson, és komák lesznek. Tehát keresztszülőnek lenni az megtiszteltetés. To be a God parent here is a very honorable thing. And you invited these nice couple to be your godfather and godmother, godparents actually, and this was to be in the presence in your son's life. That's why you chose them. Na most mi a feladata a keresztülőknek? A keresztülőknek különösen az a feladata, hogy segítsék a gyermeket hitében növekedni. Segítsék, hogy harcoljon a bűn ellen. Ott vannak utat mutatnak a hitének megélésében, megvallásában, támaszai lesznek a keresztény életben. Példaképek a gyermek számára a mindennapi életben azzal, hogy az evangélium tanítása szerint próbálnak élni. Na most úgy vagyunk jó keresztülők, hogyha jelen vagyunk a gyermek életében, akkor is, hogyha ez nem igazán elvárás. Tehát arra figyelmeztetlek benneteket, hogy ne csak Istenről beszéljünk a gyermeknek, hanem a gyermekről is beszéljünk Istennek. És ezt hogy csináljuk? Imádkozunk Istennek. Oda visszük ennek a kis síró gyermeknek a sorsát, hogy Uram, csendesíts meg ezt a gyermeket, adj békességet a szívébe, add, hogy találjon meg tégedet, és találjon a szívében nyugalmat. Ha hitre akarunk nevelni valakit, akkor nem azzal kell kezdenünk, hogy elkezdjük a gyermeknek szólni, hogy na hát ott van az Isten, te meg itt vagy nem, hanem az Istenhez beszélünk, imádkozunk a gyermekekért. Ezért foglaljátok reggel, este imádságra ezt a gyermeket. Az egész családot kérem el. Amen. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, mielőtt a sakramentumot kiszolgáltatnám, két kérdést teszek előtökbe, mert felejtek hallható szóval a gyülekezetet kérem, hogy álljon fel. Kérdem először, hogy a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségével a keresztény anyaszent egyházában a Szent Keresztség által befogadtassék. Akarjátok-e? Do you want this child to be baptized? Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenben vetett hitéről, majd ő önmaga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt, amikor eljön annak az ideje. That are you promising that you're gonna raise him in a Christian values? Yes. The Christian values, right? Okay, thank you. Gyertek testvéreim, hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk.
Felséges Istenünk, mennyi édesatyám, ki azt ígérted és ígéred, hogy Istenünk leszel nekünk és utódainknak, és a te oltalmadba ajánljuk egy kisgyermeket. Légy neki szent ígéreted szerint egész életével őriző pásztor a kegyelmes gondviselője. Vezéreld őt minden jónak ismeretére, cselekvésére, hogy téged lélekben és igazságban imádva, szent parancsaidnak híven engedve mindig a földön, mind az örökké valóságban, boldog lehessen a mi Urunk Jézus Krisztusával. Áld meg a gyermek szüleit, keresztszüleit, nagyszüleit és minden kedves testvérünket, áld meg őket, hogy tudják felnevelni ezt a gyermeket, és kibontakozó életével legyen örömére szüleinek, nagyszüleinek, gyönyörűsének, keresztüleinek, gazdagodáson, mi anyaszint egyházunkban. Gyarapodjék testben és lélekben, Isten és emberek előtti kedvességben. Amen. Készen van ez a gyermek, mert látom, hogy nagyon kívánjuk a kerességet a gyermeket. Na, hogy hívják akkor ezt a gyermeket? János Izsák. János Izsák, igaz? Izsák? Isaac. Oké. János Isaac, keresztellek téged az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Várjunk, a minden kegyelemnek Istennek az ő dicsőségbe hívva tettél, ő tegyen téged erősség, fiára és áldozatossá a hitben, a reménységben és a szeretetben. Most és mindörökké. Amen. Mit kell valami mondja a fájában? Nem szomjas életem? Nem. Mindent próbáltad? Nem kell semmi. Istennek népe az Úr áldjon és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az orcáját te reád és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztus értelmében. Amen. Time.
az Adriának és a kedves családjának legyetek szerencsések. Oké. Janika mondja speciál, drága fiam, pedig azt mondja, figyeljük oda! Hey fiam, csillagó, csillagó! Nekem mindig szépen a gyógya! Yeah.
No lie.
Na maró. Ma pi? Ma to ma Thank you.
Thank you.
I'm not afraid.
Ma non fidate con l'altro, se mi dà tutto il tagliere si chiama. Non è delle, non è delle, non è delle.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
I'm gonna make you mine.
című nagyon speciál Bolyóbátyának következő után. Adjam az Istenem, felszépnek gyerekek, száz évig előtelésében. Bolyóbátyám, a feleséget szeretek, egyeskod neked ezzel a bonutában. Oh,